Másfél éves vágányjavítási projekt utolsó simításait végzik Pakson az Árvíz utcai vasúti átjáró aszfaltjavítási munkáival. Az elmúlt hetekben többször volt az építkezés miatt félpályás vagy éppen teljes útzár az Atomváros vasúti átjáróiban. 2019 őszén indult a fejlesztés a Komárom-Székesfehérvár-Pusztaszabolcs-Paks vasútvonal közel 200 kilométeres szakaszán, mely a végéhez közeledik. Jelenleg, ami Paksot érinti, volt egy 8,5 kilométeres vágányszabályozás, betonajat cseréltünk, sincs cseréltünk, ágyazatot pótoltunk. Ezek mellett volt még Komhoz vezető útátjárónak a teljes átépítése. Mindemellett Dunakömlődnél a Madocsára vezető vasúti átjáró, illetve Paks belterületén is több átjáró is felújításra került. A milliárdos nagyságrendű beruházás március 31-ével zárul. Áprilisban várható még a paksi vasútállomáson a vágányok és kitérők megerősítése is. A magyar kormány 2021-ben 38,5 milliárd forintot szán magyarországi vasútfejlesztésekre.